Önök milyen emlékkel térnek haza a nyaralásról? Ez volt a fő témája a soron következő anyagunknak, melyben itt üdülőket és helyi árusokat kérdeztünk a legkelendőbb portékákról. A válasz mindkét oldalról hasonló volt, hűtőmágnes mindenképp van a szuvenírek között. A legtöbb ember valamiféle termékkel tér haza a nyaralásról, melyet magának vagy a családnak vásárol. Évekkel később jó nosztalgiázni kicsit, ha előkerülnek az apróságok. A fürdő előtti árusok kínálatából csemegésztünk, melyek azok a tárgyak, amelyeket leggyakrabban vásárolnak. Jó néhány stand pásztázását követően megállapítottuk, egyértelműen a hűtőmágnes a slágertermék, épp ezeket válogatta egy Szatmár Németiből hozzánk érkező fiatal pár. Hűtőmágneseket, szuveníreket a családnak, barátoknak, és valami kis emléket, érdekességet. És most jöttünk a családdal, plusz a barátokkal nézelődni, és kicsit szórakozni. Bognár Istvánné Budapestről jött ide nyaralni, lassan letelik az egy hét, amit itt töltöttek, így eljött beszerezni néhány apróságot. A válasz az előzőhöz hasonló volt, ő is mágnest keresett. Jaj, csak egy kis szuvenírt, hűtőmágnes. És honnan érkezett ide, Hajdúszó? Pestről, Budapestről. A fürdő előtt árusítók véleménye is egybevágott a mi előzetes gondolatainkkal. Az apró mágneses darabokból több ezer is elmegy egy jó szezonban egy eladónál. Hűtőmágnes. Ugyanúgy, mint az elmúlt sok évben. Kedvencek itt a legyezők, a gyerekeket csábítja az ugató kutya, vagy a vízben a labda körül forgó, azonosíthatatlan állat. Kismillióan videózzák is, tehát nem csak viszik. Leállnak is, az elfoglaltságuk, hogy nézegetik, vagy videózzák. Mi tetszik neked? Melyik a legjobb? A kutya. Megfigyelted, mit tud csinálni? Eljárni. Igényes kézműves termékekre bukkantunk egy debreceni hölgy pultján, aki férjével együtt készíti a kerámiákat. Nekem ilyen kézműves termékeim vannak, tehát szeretik úgy mindet. Tehát nekem, én nem tudok kiemelni, hogy nagyon, hogy most melyik az, ami van, akinek a virág tetszik, van, aki nagyon sok élőnövényt is visznek, tehát hogy a kis kaktuszos figuráimat, de azon kívül vannak ilyen bögréink. Készültek-e új termékekkel erre a nyára? Igen, minden évben kell valamit újítanunk, mivel sokan vagyunk a téren, és az idén a kávés csészeink az új termékeink, meg a pálinkás bögréink, amik ott vannak ott elől a kis virág mellett. Minden évben meg kell újulni valamit, mert a végül is a visszatérő vevők, akik évről évre visszajárnak, azok sokszor jönnek már ide, hogy ó, ezt is vették, már azt is vették, tehát már gyűjteményük van, és akkor mindig valami újat hozni kell, hogy akkor ó, ez még nincs. A nyugdíjas csoporttal érkezett Urbán Ferencné kézműves portékák után kutatott. Mi tetszett ezen a standon? Itt ezen, mindegy, szerintem az egész nagyon ötletes, meg szép, árba is nagyon elfogadható. Úgyhogy inkább az ilyen kézműves termékeket keresik, vagy milyen emléket visznek haza? Szerintem azt, kézműves terméket. Az aranylakodalmát ünneplő pár gyermekeiktől kapta a szoboszlói felfrissülés lehetőségét, befizették őket egy hétre. A gyerekeim vették ezt az üdülési lehetőséget, három gyerekünk van, igen, és ezt kaptuk ajándékba az 50 éves házassági évfordulónkra, március 25-én volt. Városunkban legjobban a fürdő előtti park tetszett a Nagykállóból érkezett házaspárnak. Gyönyörű, ez a harang most nekem nagyon tetszik, amit én most néztem. Az csodálatos, szépek azok a harangok. Milyen apróságokat válogatnak, milyen emlékeket visznek haza? Van a unokáink, hát nézegélünk még most. Még csak most nézelődünk, feltérképezzük a terepet, és akkor mindenféleképpen viszünk nekik ajándékot, mindenféleképpen. Az itt üdülők szeretik a személyre szabható kedvességeket, ajándékokat, amelyeket a helyszínen gravíroznak, tesznek igazán egyedivé. Az összes poharunk, mindegyikre nevet szoktak gravíroztatni, és ilyen hajdúszoboszló felirattal szokták vinni őket főleg. Akkor standard poharak találhatók a standon leginkább, és akkor itt a helyszínen történik ez? Van, itt a helyszínen gravírozunk, és pár perc alatt megcsináljuk, és mindenki beadok tőle, és ilyen személyes ajándéknak nagyon szívesen hazaviszik. A gyerekekkel nyaralók tudják, játék nélkül nem üdülés az üdülés, általában venni kell valami épp aktuális darabot. A fiúk a leginkább az autókat szeretik, most a sláger náluk a Villám McQueen. Ez a kis autó, megmutassam? Persze. Ez.
nagyon szeretik, be lehet kapcsolni, és akkor mozog a szeme, a nyelve, meg zenél. Hát ezt szeretik leginkább, vagy egy csomó traktor, zetor, tehát ez a választék, meg van ilyen kis autós típus, tehát ebből nagyon sok, és azzal tudnak úgy játszani, hogy garázsba állítják, meg sorba, meg nagyság szerint, szint szerint akárhogy. Aztán a lányoknál inkább a babák mennek. Van a sláger most a muffin baba, ami olyan, mint egy muffin, tehát sütemény baba, olyan, mint egy muffin, és akkor ezt ilyen kis babává lehet alakítani úgy, hogy ezt a műanyag részét így lebontják, és akkor a kis szoknyáját ráhajtják, meg a kalapját hozzárakják, meg az összes plüss természetesen. És ezen kívül, ugye, mivel nyár van, nagyon mennek a vízi dolgok. Rövid kérdezősködés, beszélgetések során kiderült, hogy a legnépszerűbb terméke, amelyet szívesen hazavisznek a látogatók innen Hajdúszoboszlóra, az a hűtőmágnes. Nagyon kellendő még a bögre, a feliratos, névre szóló, esetleg gravírozott poharak, pálinkás poharak, kézműves termékek, a gyerekek körében természetesen a játékok és a strandcikkek is.